Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Kál Csabát, a MIPA vezérigazgatóját, filmügyi kormánybiztost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hát most év elején beszélgetünk, és természetesen majd a 2023-as tervekről, programokról lesz szó, de előtte talán érdemes visszatekinteni 2022-re, annál is inkább, mert a pandémia két évnyi időszaka után a múlt év tűnhet amolyan teljes évnek, amikor élő közönség előtti koncertekkel, programokkal telhetett az év. Hát prózai egyszerűséggel kérdezem, hogy jó év volt 2022? Én azt hiszem, nagyon jó év volt. Ugye minden rosszban van, ami jó is. Nagyon jó volt a pandémia után átélni azt, hogy mennyire fontos az előadó művészet kapcsán a közönség. Mennyire fontos a jelenlét, hiszen az előadó művészet csodája az, hogy egyszer és megismételhetetlen. Tehát kétszer nincs egyforma színházi adás, koncert, tánc program. És hát rengeteg pozitív visszajelzés jött, hogy milyen jó újra együtt lenni, milyen jó, hogy a művészekkel újra egymásra lehet találni, és milyen jó, hogy a szünetben, koncert előtt után a közönségünk is együtt van. És hát hadd mondjak egy csodálatos számot, hogy a hűségprogramjainknak a tagjai, azok meghaladták a 40 ezret. A hűségprogram az így van, az azt jelenti, hogy aki rendszeres vásárolja a MIPA koncertjeinek, előadásainak. És hát tényleg ez a 40 ezer, ez egy komoly hűséget jelöl. És hát ugye most épp a elmúlt napokban volt John Eliot Gardinernek a koncertje az angol barokk szólistákkal, ahol megjegyezte a mester, ugye ide lesz 80 éves, hogy csodálatos a közönségünk, és neki mindig nagyon nagy élmény itt játszani, és hogy ez a kölcsönhatás, ahogy a művészet hat az emberekre, és ahogy a közönségünk visszahat a művészekre, ez is gyönyörű. Úgyhogy arról tudok beszámolni, hogy ez a 22-es év, ez egy nagyon jó sikerült év volt, visszajöttek a nézőink, sőt azt tudom mondani, hogy tárházas, hát ha nem is, az idősebbek óvatosabban jöttek vissza, azt lehetett érzékelni, meg azért a maszk itt-ott felbukkan, az együtt, hogy még már, továbbra is. Még továbbra is, de az elkötelezettségük és az, hogy itt tényleg feltöltődnek energiával, ez az élményük, ez megmaradt. Visszatért egyébként a megszokott mederbe, vagy a megszokott rendbe a programok szervezése is, mert azért itt voltak ugye elmaradt, elhalasztott koncertek a járvány időszakában, és hát azért tudjuk, hogy nemzetközi sztárok esetében nyilván 2-3 éves előre gondolkodás vagy tervezés van egy-egy koncert megszervezésében, de most már nagyjából a rendes kerékvágásba visszatért mindez? Az az érdekes, hogy a előre tervezés miatt a stratégiánk nem változott a pandémia alatt sem, tehát folyamatos előre tervezésben voltunk, 2-3 meg újra évre, tervezésbe. Meg újra tervezésbe. És hát a nehézséget az jelentette, hogy olyan produkciókat, vagy olyan előadókat, akiket mindenképpen szerettünk volna, ha elmaradt is a pandémia miatt a koncertjük, újrahívni, azt hogy tudjuk elhelyezni abban a programozási folyamatban, ami 2-3 évre már előre gondolkodik. Ez folyamatosan meg kell oldanunk, és hát erre szoktam viccesen mondani, hogy azt tudjuk, hogy honnan, hova kell eljutni, mint egy GPS, csak ki kell találni a megfelelő utat. Beszéltünk a MIPA közönségéről, amit ugye erről már többször szó volt itt az arénában beszélgetéseink során, hogy inkább közösségként szoktak említeni vagy emlegetni, de vajon a közönség összetétele azért óhatatlanul változik, vagy változóban van? Kérdezem ezt azért is, mert láttam én az Európai Koncerttermek Szövetségének egy felmérését, és ebből az derül ki, hogy mindenütt Európa szerte emelkedik a közönség átlag életkora, vagyis jellemzően azért az idősebb korosztály
jár komoly zenei koncertekre, operába, a fiatalok mindenütt talán kevésbé. Nem tudom, hogy van ez a MIPA esetében. Ugye mi tagjai vagyunk az Európai Koncertek Szövetségének, és mi az élmezőnyben vagyunk a fiatalságát tekintve a nézőknek. És ez talán nem véletlen, hiszen már elődöm Kis Imre is nagyon komoly hangsúlyt fektetett a gyermekifjúsági programok bemutatásának. Azt kell tudni, hogy körülbelül 1500 programunk van. Ez nem csak koncertet jelent, hanem a MIPA-ban zajló mindenféle programot. És ennek körülbelül egyharmada az gyermekifjúsági és most már iskolás koncert. Ja, van ez a partneriskola program is, ha jól emlékszem. Így van. Sőt, felsőoktatási intézményekkel több mint 100 partneriskolával van kapcsolatunk a budapesti felsőoktatási intézményeknek a nagy részével, és próbáljuk bevonni akár az egyetemistákat is úgy ebbe a bűvkörbe, hogy legyenek jelen, ne csak mi nézők, hanem kikérjük a véleményüket. Például az, hogy egy egyetemista mitől jön el a MIPA-ba egy bizonyos koncertre, azt ők sokkal jobban tudják, mint mi. Tehát sokkal jobban tudják a saját igényeikre a választ, hogy mivel lehet becsalogatni a műsorainkra. És hát az is nagyon fontos, hogy ugye idén 18 évesek, vagyis nagykorúak leszünk, és hát a 18 év alatt van jó pár olyan gyerek, aki már csecsemőként, vagy a mama hasában jelen volt a MIPA műsorain, programjain, és aztán szépen felnőtt velünk. És ez egy óriási dolog. Az is óriási dolog, hogy már művészek is felnőttek velünk, akik épp, most néztem egy ilyen, készülünk a 18. születésnapra, és ott lesz egy speciális program, és néztem vissza videókat, például Várda István, amikor először fellépett, és most pedig már, hogy világsztár, ebbe úgy belekóstolni így percenként egy-egy periódusában ennek a pályának, ez egy csodálatos dolog. És nagyon jó, hogy ennek részesei lehettek a közönség tagjai, már gyerekkoruktól fogva, úgyhogy büszkén mondhatom, hogy Európában nekünk nagyon jó az életkor. Természetesen műfaja válogatja, hiszen az új cirkuszra sokkal fiatalabbak érkeznek, és nincs mindenhol ennyi műfaja európai hangversenytermekben, mint nálunk, tehát 12 műfajban dolgozunk. Ez is valószínű hozzásegít a dolgokhoz, de én azért azt büszkén látom, hogy például a Wagner napokra is jönnek fiatalok, tetszik nekik ez a forma, ez a félig szennyezett forma, ez a zenei megközelítés. Tehát én azt gondolom, hogy ha ezzel komolyan foglalkozunk, és az iskolákkal együttműködve, akkor ez valamilyen szinten orvosolható. Tehát gondolom, hogy lehet egy ilyesfajta, nem tudok erre jobb szót hirtelen, hogy árukapcsolás, hogy mondjuk elmegy egy könnyű zenei koncertre egy 10-20 éves, és esetleg kedvet kap arra, hogy ugyanebben az épületben, ugyanúgy a Bartók Béla hangversenyteremben megnézem mondjuk egy komoly zenei koncertet is. Hát ezek nehezebb mechanizmusok, mert ugye ezek a betűs generációk, Z, meg most Alfa jön, meg és így tovább, teljesen speciális világban születtek bele. Ugye a kütyük, vagy az okos telefonok világába, és a társadalmi életük egy részét azon keresztül élik. Tehát nekünk nagyon modern marketing eszközökkel is a közelükbe kell férkőznünk, de hát ebbe is kikérjük a tanácsukat, mert nagyon fontos, hogy a fenntarthatóság miatt, és mondjuk a kulturális fenntarthatóság miatt ne engedjük el őket, hanem legyen egy párbeszéd. Ez ugye egy nagyon érdekes szó, ezt én most a MIPA vonatkozásában az elmúlt időszakban többször is hallottam ezt a kulturális fenntarthatóságot, mert ugye fenntarthatóságról nap mint nap elég sokat beszélünk, de ez, hogy kulturális fenntarthatóság az olyan, mit is jelent, vagy hogyan kell azt értelmeznünk? Igazság szerint ez ugyanaz, mint a többi, most nagyon egyszerűen elmesélve, hogy a fenntarthatóság három lábon áll. Van a föld fenntarthatósága, tehát a természeti fenntarthatósága, a másik a gazdasági fenntarthatóság, és a harmadik az a társadalmi,
első kettő is azt jelenti, hogy hogy tudjuk úgy továbbadni a földet, a gazdaságot, hogy a következő generációk azok hasonlóképpen vagy gazdagabban kapják meg, és tudjanak élni vele. Most a társadalmi fenntarthatóságnak az egyik komoly szegmense ez a kulturális fenntarthatóság, és azért nagyon érdekes, mert visszahat a másik kettőre is. Hiszen az, hogy mentsük meg a földet, mit tehetünk érte, az is egyfajta kultúra. Az is kultúra, hogy a gazdaságban hogy tudunk bizonyos folyamatokat felerősíteni, amik fontosak a gazdaság szempontjából, másokat meg visszavenni, ami pazarlás, vagy nem segíti ezt a dolgot. A kulturális fenntarthatóság az tulajdonképpen azt a gyökérzetet tárja föl, ami belénk van kötve, akár az identitásunk miatt is, ahonnan kapjuk az információkat és az energiát az előző korokból. És hát hozzá kell tenni a mi kortárs életünknek a kultúráját, és akkor ez együtt kell, hogy továbbadható legyen a következő generációknak, tehát nagyon röviden ez a kulturális fenntarthatóság. Nagyon fontos, hogy ezt a gyökérzetet ezt föl kell tárni, kutatni kell, mindig elővenni, bemutatni, hogy honnan jön a tudásunk. És ugye a kultúra azért gyönyörű, mert egy korábbi korból nem csak effektív tudást ad tovább, hanem érzelmeket, akár hazafiságot, akár olyan dolgokat, és egybe foglalva, amiket más nem tud képviselni. És az, hogy a világban elhelyezzék magukat az emberek, ez egy nagyon-nagyon fontos támpont, úgyhogy tulajdonképpen a kulturális fenntarthatóság ezt is segíti. De ezzel kapcsolatosan folyamatosan arra is keresni kell a válaszokat, vagy arra is meg kell próbálni megtalálni a válaszokat, hogy azért a kultúrafogyasztási szokások szinte folyamatosan változnak. Hát ugye most többször beszélgettünk a járvány időszakról, hát értelemszerűen a MIPA programja is akkor átkerültek az online térbe, és talán sokan meg is szokták, vagy meg is szoktuk, hogy mondjuk a fesztiválzenekar koncertjét azt otthon, fotelből egy pohár Sauvignon Blanc elfogyasztása mellett is meg lehet tekinteni. Tehát egy kicsit elkényelmesedtünk, és ugye talán hozzászoktunk ehhez az online tartalomfogyasztáshoz, még ha köztudomású is az, hogy az élő koncertet egy még olyan jó minőségben, HD minőségben és szuper minőségben rögzített koncert sem tudja helyettesíteni az élő koncertet, de hogy ezzel kapcsolatban is azért meg kell találni azokat a válaszokat, hogy mondjuk ez párhuzamosan azért például ez is megmaradjon, akár például a MIPA kínálatában. Ugye a MIPA ön szempontból érdekes, hogy a COVID előtt is már ez működött. Tehát a MIPA kísérleti jelleggel 10 évvel ezelőtt kezdett el streamelni, és még akkor nem is gondoltuk, hogy milyen nagy haszna lesz a korábbi anyagainknak, hiszen azt be tudtuk rakni a pandémia alatt, és egy csomó koncertet így megismételtünk, hogy azok is megnézhették, akik nem jutottak el oda. Úgyhogy ezt mi tovább fejlesztettük. És akkor ez egy kicsit ilyen tanulási folyamat is volt a pandémia időszakának, az a másfél, két és fél éve mondjuk új eszközök vagy új módszertant is hozott? Igen, tulajdonképpen ezt a digitális teret kiszélesítettük, és azt mondtuk, hogy tovább is a legfontosabb az élő előadás, élő koncert, de azokhoz is eljuthat az élménynek egy része, akik ezen nem tudnak részt venni. És hát a modern technikák, a podcastokat indítottunk el, vagy vodcastokat, amin keresztül megközelítettük ezeket az előadásokat, plusz információkat, plusz élményeket juttattunk el az emberekhez. Tehát kiegészítőként nagyon jó ezt a digitális teret használni, ráadásul, hogy az emberek nagy része szocializálva van erre. A különböző marketing tevékenységeinkben is nagyon aktívan használjuk mindezt, és én azt gondolom, hogy ez is besegített abba, hogy ilyen nagy erővel visszajöttek az emberek. Tehát pont nem a kényelmi szempont volt a legfontosabb,
hanem kiderült, hogy mennyire társas lény az ember, tehát milyen fontos neki együtt ülni egy koncerten vagy előadáson, együtt kapni az élményt, összemosolyogni, vagy együtt sírni, ha kell. És ez szerintem nagyon bíztató a jövőre nézve, és ezt erősíteni is kell, természetesen használva a digitális eszközöket, a lehetőségeket is. Ja, azzal kezdtük a beszélgetést, arról beszélt visszatekintve 2022-re, hogy jó év volt 2022, mégis most az év elején egy nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy 2023 viszont nehéz évnek ígérkezik. Miért? Ez gazdasági, gazdálkodási nehézségek okán? Ez az egyik oldala természetes, hiszen nekünk is ki kell gazdálkodni azt a pénzmennyiséget, amiből minél jobb programokat tudunk szervezni. És hát ugye itt most a pandémia után kevesen gondoltuk, hogy ennél talán van még egy komolyabb nehézség, amit ugye egy háború gerjeszt, ami itt van a közvetlen közelünkben, az ehhez kapcsolódó, vagy akár a pandémiából is következő gazdasági nehézségek. És hát itt megint olyan tervezéssel kell előállni, hogy szem előtt tartani a legfontosabb céljainkat, és hát kihozni egy optimumot a rendelkezésre álló anyagi eszközökből, magyarul a költségvetésünkből. És hát van még egy nagyon érdekes dolog, hogy hát ennek van filozófiai, társadalmi és pszichológiai lenyomata is ennek a háborúnak, mert ugyan az elején félelmetesebbnek tűnik, de hát a mai napig itt van a levegőben azért ennek a kiszámíthatatlansága, és hát a világ sorsát befolyásoló félelmeink is e körül ott vannak, mert azt reméltük, hogy mi már úgy éljük le az életünket, hogy nem lesz háború a környezetünkben, és ezt nagyon szörnyű felfogni, hogy de, itt van, és mindannyiunkat fenyeget, az egész földet fenyegeti. Még a gazdasági gondokra visszatérve, hogy a múlt év őszén a tél közelettével, hát számolgatva a lehetséges rezsiköltségeket, több kulturális intézmény is arra készült, hogy esetleg időszakosan bezár, vagy részleges üzemmódra tér át elsősorban ebben a január-februári időszakban, amikor az igazi kemény tél jön. Aztán végül is ez nem következett be, talán köszönhetően is az ez idáig enyhe télnek, ez nem történt meg. De vannak, lehetnek azért működtetési vagy működési gondok, nehézségek egy olyan méretű intézmény esetében, mint a MÜPA. Hát itt azért óriási terek vannak, ráadásul több funkciós terek, színházterem, nagyméretű koncertterem, ráadásul egy múzeum is, a Ludwig Múzeum, ami nyilván, hogy más üzemeltetési feltételeket kíván. Ugye a MÜPA-ban több cég él együtt, mert a Nemzeti Filharmonikusok, az énekkar, a Kottatár, a Ludwig Múzeum és maga a MÜPA szervezete. És hát ezek figyelembe vételve állandó számolásban vagyunk, hogy mikor, mi, hogy következik be, hogyan lehet. Alapelvként nem szeretnénk évközben bezárni, mert azt gondoljuk, hogy nagyon fontos szereplői vagyunk a kulturális életnek, és ezt nem csak, hogy úgy mondjam, nem csak úgy értem, hogy a fontosságunkat emeljem ki, hanem az embereknek szüksége van, a MÜPA-ba járó embereknek ránk, azokra a programokra, főleg ezekben a nehéz időkben, tehát innen tudnak töltekezni, vagy energiát kapni. De hát ez azt jelenti, hogy folyamatos számoláson, folyamatos figyelés ugye van egy üzemeltetőnk, akinek a segítségével ezt végezzük, hogy lehet úgy kikalkulálni a dolgokat, hogy a kereteken belül tudjunk maradni. Ez egy elég bonyolult folyamat, és ugye eddig ilyenekkel nem kellett foglalkozni. Talán a Covid-ból ered az, hogy megszoktuk, hogy válságmenedzselésben vagyunk,
És ez most egy újabb. És ez folyamatossá vált időközben. De ez azt is jelenti azért, hogy mondjuk kiegészítő vagy pótlólagos támogatásra is szüksége van a MIPA-nak. Egyáltalán nem is tudom, hogy éves költségvetési forrásokhoz kötött a működés, vagy nagyobb távlatban lehet tervezni, gazdálkodni a MIPA esetében. Hát azt kell mondjam, hogy sajnos még éveshez kötött. Nagyon régi álmunk, és erről tárgyalunk is, akár a kulturális tanácson keresztül is, vagy a Kimen keresztül is, hogy ezeknek a kiemelt kulturális intézményeknek legyen hosszabb távú költségvetése, mert pontosan az, hogy több évre előre tervezünk, több évre állunk előre kötelezettséget, tehát nekünk ezt muszáj bekalkulálni. Érdekes mondom, van rá nyitottság, csak még nem történt meg az a lépés, talán a fesztivál, nagy fesztiváinkat leszámítva, mert ott megtörtént, és ettől jól is működik. Ez a Bartók tavasz és a Liszt ünnep esetében? Úgyhogy ez a jövő egyik fontos célkitűzése, hogy próbáljuk ezt megvalósítani. Már eleve, hogy az évad sem január 1-től január 1-ig tart, tehát hogy ezeket orvosolni kell valahogy. De egyébként kiegészítő vagy pótlólagos támogatást most kap egyébként a MIPA így ebben a újban válsághelyzetben, vagy válságmenedzselés? Hát egyenre nem, de úgy, ahogy mondtam, itt az állandó számogatásból előállhat ilyen helyzet is. Ugye itt nem csak arról van szó, hogy aránylag meleg volt idáig az ősz meg a tél, hanem ugye nem egészen úgy jöttek ki most itt januárban a gáz elektromos árak, amilyen rosszra számítottak, de ez ugye bármikor fordulhat. Nekünk ilyen is nagyon sokat számít, hogy rengeteg külföldi fellépünk van, hogy hol tart a forint aktuálisan. Ezekkel is kalkulálni kell, tehát nagyon sok gazdasági összetűnő. Hát elég nagy mozgások vannak forintáról. Hát igen, úgyhogy ott is figyelni kell nagyon. Elhangzott az, hogy mert 2023 véletlen gazdálkodási szempontból nehéz évnek ígérkezik, viszont ha megnézzük, akkor programok tekintetében igencsak gazdagnak tűnik 2023. Vannak visszatérő, úgymond hagyományos programok a MIPA-ban, a zenei maratonra gondolok, a budapesti Wagner napokra, az érintőlegesen már szóba került két nagy fesztiválra, a Bartók tavaszra és a Liszt ünnepre. Tulajdonképpen az év gerincét ezek adják ki? És ehhez jönnek még a további programok? Igen, ugye a MIPA 18 év alatt felépített egy olyan működési szisztémát, aminek vannak olyan csomópontjai, mint a saját kis házi fesztiváljaink, vagy a jeles napoknak a megünneplése, vagy olyan, ami már egy nagyobb volumen, ez a két városi fesztiválunk, ami a Bartók tavasz és a Liszt ünnep. És hát ezek előre kiadnak egy olyan időkeretet, amit fel kell tölteni, vagy úgy kell tartalommal megtölteni, hogy mindig újnak hasson, mindig érdekes legyen, mindig vonzó, és akkor emellé kerülnek be olyan új törekvések is, amik mondjuk megszólítanak fiatalabb generációkat, vagy egy-egy évfordulót ünnepelnek meg. De a kulturális fenntarthatóságról beszéltünk az előbb, az nagyon lényeges, hogy legyenek olyan tradícióink, amiket mindig komolyan veszünk. Ugye nem véletlen, hogy minden év elején József Haydnnek egy oratóriumát mutatjuk be. Általában a teremtés, de most épp ebben az évben az évszakok voltak. Ugye 29 évig élt Eszterházán, rengeteg kötődése van tulajdonképpen a magyar zenei kultúrához. Ő nem magyar, de mégis a mi gyökérzetünkben szervesül a művészetnek egy komoly része. Tehát... És hát készül is, ugye teszem hozzá zárójelbe a Haydneum, itt, ami van. Azért gyakorlatilag megalapozza, hogy ezt az életművet azért itt folyamatosan majd
jelen lehet. Így van, ez tulajdonképpen nekünk hasonló érték, mint Salzburgnak Mozart. Nem csak a miénk, még egyszer mondom, de foglalkozunk ebbe, de ez ugyanígy érvényes a két fesztivál kapcsán, a Liszt és Bartók hagyatékára is. Ez a mi gyökérzetünk, tehát innen táplálkozunk. Ami nagyon fontos az, hogy ugyan én az évfordulókat, az ilyen születésnapi évfordulókat nem kedvelem, mert azt gondolom, hogy az egy helyzet, hogy ki hány éves. Az a kérdés, hogy épp milyen produkciója van, és mivel tud minél komolyabb sikert elérni, vagy többet adni a közönségnek. De hát idén mondjuk László Attila, a magyar jazz élet egyik kimagasztó alakja volt, 70 éves, egy csodálatos koncerttel ünnepeltük meg, és hát a nemzeti vonatkozásban meg már John Elliott Gardinerről beszéltünk, aki 80 éves, és hát idén lenne 100 éves Ligeti György. Tulajdonképpen ennek a vonalnak egy örököse vagy folytatója, amit itt zeneszerzőkből végigmondtunk, és hát egy nagyon komoly ünnepségsorozattal köszöntjük a mestert, hogy úgy mondjam. Ami, tehát itt több koncert, több esemény is lesz. Így van. Ezt ráadásul egy összefogásba készítjük Gőz László, a BMC tulajdonosa és művészeti vezetője koordinálja össze a Zeneakadémiát, a Zeneházát, a Műpát, hogy érezhető legyen ez az ünnep. Fantasztikus respektje és csodálata van Ligeti művészetének világszerte. Tehát ezt a lehetőséget már csak ezért is használnunk el. És hát próbálunk a nemzetközi produkcióba úgy együttműködni, hogy ez érezhető legyen külföldön is. Úgyhogy ez mindenképp egy fontos. Aztán vannak még olyan programsorozataink, amit az évad művésze, együttes, illetve zeneszerzője vonallal mutatunk be. Ugye az idén Bodoszki Gábor, a kiváló trombita művész, az évad művésze, és Varga Judit, csodálatos zeneszerző, pedig az évad komponistája. Jó pár koncertjük maradt még a szezonnak erre a tavaszi, nyári felére. Ugye mindkét művészt minél több dimenzióban szeretnénk megmutatni, a pályájukat, az életútjukat. Úgyhogy Boldoszki Gábornak lesz még egy barokk este februárban, és a prágai szimfonikusokkal pedig az lesz az érdekesség, hogy Boldoszki Gábor találkozik Varga Judit művészetével, hiszen ezen a koncerten közösen az évad két művésze közösen lesz jelen, hiszen fog játszani Boldoszki Gábor Varga Judit művet is. Aztán hát vannak olyan szintén a fenntarthatósághoz, kultúrás fenntarthatósághoz kapcsolódó régi programsorozataink. Érdekes, mert eddig ezeket nem soroltuk a fenntarthatósághoz, de rá kell jönnünk, hogy ez az. És ez például a Jazz Showcase. A Jazz Showcase az fiatal magyar, illetve aztán már úgy alakítottuk a programját, hogy nemzetközi jazz zenészeket hív össze. És hát mivel ez már egy komoly ideje megy ez a programsorozat, most már kinőtték magukat, hát kvázi világsztárok ebből a sorozatból. És a magyar jazz egy nagyon érdekes képződmény, mert nagyon organikusan fejlődgetett, és valahogy a műpa adott azzal, mint épület, vagy mint előadói forma, adott egy lehetőséget, hogy még szélesebb körben meg tudjuk mutatni a magyar jazzt. Úgyhogy most tulajdonképpen ezen a hétvégén lesz a Jazz Showcase, és hát nagyon örülünk, hogy sok felfedezett
között már nemzetközi relációk is kialakulnak, tehát a magyar jazz halad előre. Én említettem itt a bevezetőben a zenei maratont, illetve a budapesti Wagner napokat, aminek már ugye több évre visszamenőleges hagyománya van, és ha jól láttam, akkor az idei évben is ott van a programok között. Igen, február 4-én lesz Prokofjevnek szentelve az idei. Ott is van egy évforduló, egyébként 70 éve halt meg Prokofjev. Így van, de hát nem is az a lényeg, hogy mikor halt meg, hanem hogy milyen gazdag életművet hagyott hátra, hiszen egy napon keresztül ünnepeljük ezt a csodálatos zeneszerzőt, ugye szinte minden zenei műfajban jelen volt, és hát tulajdonképpen ez, aki nem tudná, ez egy 10 koncertes, tehát egész nap, hát maraton. Óránként, óránként egy-egy koncert van bemutatva, különböző előadókkal, különböző zenekarokkal, ilyenkor fellép a magyar zenekari élet színejava, és hát körülbelül 10 000 jegy fogy el, azt nem mondanám, hogy ez 10 000 embert is jelent, mert sokan végigjárják ezt a kanosszát örömmel. De hát ez egy nagyon komoly eseménye és sikeres eseménye a MIPA-nak, és hát természetesen a Wagner napok az pedig az év végi nagy zárófesztiválunk. A Bartók tavasz és a Liszt ünnep, ugye az egyik ugye már március végétől van a Bartók tavasz, a Liszt ünnep pedig hagyományosan ősszel, de itt már teljes a program mind a kettő esetében, gondolom a Bartók tavasz esetében mindenképpen, hiszen ez már elég közeli időpontnak számít. Így van, a Bartók tavaszra már jó ideje áruljuk a jegyet és jegyeket, nagy sikerrel. Hál' Isten az üzenetünk is átment karácsony kapcsán, hogy élményt ajándékozzanak az emberek egymásnak, és itt a karácsonyi időszak előtt nagyon sokan vásároltak a szeretteiknek koncertjegyeket, és hát a tavaszi fesztivál is ezek között volt. Ismét nagyon színes és izgalmas lesz ez a Bartók tavaszunk, ugye nem csak Bartókról szól, hanem inkább az ő szellemi örökségét mutatja be ez a fesztivál, és hát itt gyorsan végig lehet, mondjuk a Cseh Filharmonikus Zenekar nyitja majd a Bartók tavaszt. Várjon Dénes a Koncertó Budapesttel két koncerten is bemutatja Bartók legizgalmasabb zongoradarabjait, Beethovennel kiegészítve, ugye Bartók szerette egyébként a Beethovent, ilyen kapcsolódás is van. Ugye a Ligeti 100 is programja természetesen a fesztiválnak. Ötvös Péter a Klangforum Wien-nel fog fellépni egy izgalmas koncerten. Aztán fiatal sztárok is, Benjamin Apple a Gabetta konzorttal lép fel, nem olyan fiatal sztárok, a Muzsikás 50 éves idén, és egy nagy koncerttel hívjuk össze a csapatot korábbi zenészeivel együtt. A húsvét ismét beleesik a Bartók tavaszba, itt is nagyon szép koncertjeink lesznek, Vasey György az Orfeó zenekarral és a Pörsző kórussal, egy különleges zeneművel fog fellépni, és hát a tavalyi fesztivál elindított egy táncjátékot, a Kivirágzott keresztfája, a Magyar Állami Népegyüttessel közösen készítettük ezt a műsort, ami a húsvéti szokásokat mutatja be, akár a gyerekeknek is, vagy a családoknak. Nagyon izgalmas és nagyon inspiratív formában. Itt van egyébként egy olyasfajta program megosztás is, hogy itt már nem csak a MIPA lesz helyszín, hanem bekapcsolódnak más kulturális intézmények is, ugye hagyományosan azért, ráadásul ugye maga a kulturális zenei infrastruktúra is igencsak bővült az elmúlt időszakban, gondolok itt a Zeneházára, az Eiffel műhelyházra, vagy a felújított operára, tehát nyilván erre lehet építeni, és erre lehet építkezni, hogy itt több helyszínt is be lehet már vonni ezekbe a zenei programokba. Tulajdonképpen majdnem mindegyikkel partneri viszonyban vagyunk, és hát jó pár program lesz ezeken a helyszíneken, természetesen mondjuk a Zeneakadémia ebből a szempontból a legfontosabb partner, de az új Zeneháza is ugyanúgy megtalálható. Lesznek esetleg vidéki helyszínek is, mert ugye korábban volt olyan terv, hogy ne ez a főváros központuság érvényesüljön a fesztiválok esetében, hanem jelenjenek meg vidéki nagyvárosok is, vagy helyszínek. Ugye igen, itt a gazdasági nehézségek kapcsán kényszerültünk olyan lépésre, hogy
most ezt korlátoznunk kellett, de nem szeretnénk erről lemondani, mert nagyon nagy sikere volt az elmúlt évben ennek a törekvésünknek, de most sajnos ez egy olyan elem például, ami konkrétan jelen van. De hát ugye van a Budapest Ritmo a fesztiválunk, ami egy nagyon komoly világzenei fesztivál. Ő is több helyszínen lesz, különböző budapesti klubokban, a Magyar Zeneházában. És aztán jó pár bemutatónk, lesz egy gyermekopera bemutató, Csengeri Dániel Holle anyu mesére írt egy nagyon izgalmas gyermekoperát, ugye ez még egy Covid termék, mert a MIPA zenemű pályázatára született, és most bemutatjuk. És hát egy gyönyörű zárókoncert, a Londoni Philharmonia Orchestra lép fel, és ez is egy fenntarthatósági törekvésünk, hogy a Baráti Kristóf lesz a vendége. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a magyar művészeket minél inkább bekapcsoljuk a nemzetközi vérkeringésbe, és a legjobb együttesekkel, előadókkal hozzuk össze, és ez a koncert is ezt fogja szimbolizálni. Beszéljünk akkor a továbbiakban a filmes területről. Korábban már szó volt arról, hogy talán többször is beszéltünk arról, hogy Budapest lett Európa legnagyobb filmgyártó bázisa London után, de lehet, hogy most már talán mondhatjuk azt, hogy London mellett. Itt készülő külföldi produkciók, illetve koprodukciók révén milyen nagyságrendet jelent most ez, és mondjuk mekkora bevételt? Mert gondolom, ez korán sem mellékes. Azt tudom mondani, hogy a 22-es év ebből a szempontból is nagyon sikeres volt. Ugye gondoljunk abba bele, hogy itt forgott a Dűne azt megelőző évben, és 6 Oscarral, köztük Sipos Zsuzsa Oscarjával is gazdagította a magyar film hírnevét. És hát a Dűne visszajött, hogy a második részt is leforgassák. És hát most is olyan díszlet építészeti környezetben, ami egyszerűen lenyűgöző. És elmondták az alkotók, hogy nem nagyon találnak a világon ilyen kézműves munkát, amiben mondjuk a Dűne díszleteit felépítenek. De akkor korán sem csak arról van szó, hogy itt az adó visszatérítés, mert ugye van itt ez a 30%-os adó visszatérés, tehát ez a csalogató kizárólag a külföldi produkciók számára, hanem a magyar szakembergárda, a munkafeltételek, meg a stúdiók adottsága? Igen, illetve Magyarország helyzete, biztonsága, Budapest közkedveltsége, kulturális atmoszférája, vendéglátási lehetőségei. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Mindegyik segíti azt a folyamatot, hogy ide nagyon szívesen járnak forgatni. És hát ez a 30% egyébként Európa legtöbb országában 30%. Van itt még egy nagyon fontos dolog, hogy a kormányzat ezt komolyan veszi, hiszen az adóvisszatérítés most már meghalad olyan számokat a sikeresség miatt, amit teljesíteni kell, mondjuk ki kell fizetni a produkcióknak ezt a 30%-ot, ezért kezdünk komolyan stratégiai ágazottá válni. És hát csak hogy szemléltessem ezt, a költése a filmprodukcióknak, ebben egyébként nem csak a nemzetközi, hanem a magyar produkciók is benne vannak, hiszen az adóvisszatérítésből ők is visszakapják a 30%-ot. Az 218 milliárd volt 2021-ben, és 22-ben a 250 milliárdot is meghaladta. Ugye ennek többféle megközelítése van, ennek van adóbevételi vonzata, és hát nagyon komoly olyan vonzata is, hogy a budapesti szállodák nagyon jól járnak az itteni költésekkel, de ugyanígy elmondható ez a kulináris részére a dolgoknak, a szolgáltató ipar. Tehát van egy multiplikatív hatása a filmes ágazatnak, és hát nem utolsó sorban most már több mint 20 000 ember dolgozik benne, és
Hát a következő tervünk, hogy ezt fokozzuk, tehát a, nem csak a szolgáltatás jellegű filmkészítés haladjon előre, hanem a kreativitásunkat is adjuk el, használjuk ki. Hát egyrészt szeretnénk országosabbra kiterjeszteni, tehát ne csak Budapest központ legyen. Ugye van egy kastélyprogram az országnak, ezek a kastélyok lenyűgözőek, és szinte mindenféle van. Tehát az angol típusuktól kezdve, ez különböző amerikai sorozatok. Mint forgatási helyszín? Mint forgatási helyszín. Van egy programunk, a Filming Hungary, Magyarország, filmezés Magyarországon. Most például megyünk a Berlinálira, amiről azért érdemes pár szót ejteni, mert hál' Isten ismét vannak programjaink. Ezt úgy foglalom össze, hogy a múlt jelen van, a jelen és a jövő is jelen vannak, hiszen beválogatták a Szürkületnek Fehér György kiváló filmjének, 1990-ben készült filmjének az újra digitalizált kópiáját, tehát azt vetítik Berlinbe. Ami már régen volt példa, a Műanyag égbolt, vagy Műanyag égbolt címmel készült egy science fiction film, ami egy animációs film. Ez is a versenyprogram része lesz, és hát a jövőről is beszéljünk. Erhárd Domonkos alkotása a Moméről, a Szemem sarka, az pedig, mint animációs diplomafilm képviseli a magyar filmeket. Tehát most az animáció lépett egy nagyon komolyat előre. Említette az imént, utalt arra, hogy hát itt azért már van egy kreatív hozzáadott érték is ezeknél a produkcióknál, tehát korán sem pusztán bérmunkákról kell beszélnünk, ugye szóba került már a tavaly Oscar-díjat kapott Sipos Zsuzsa a Düne látványvilágáért díszletezésért, de hát idén is van érintettségünk Oscar-díjak tekintetében, hiszen Magyarországon készült, ráadásul angol-magyar koprodukcióban az Oscar, ugyancsak Oscar jelölt Mrs. Harris Goes to Paris, ez a jelmez kategóriában versenyez majd az Oscar-díjért, tehát azért itt már valóban kreatív hozzáadott érték van, ráadásul, hát ha jól értem, vagy jól látom, akkor hozzáadott pénz is, hiszen az NFI, a Nemzeti Filmintézet például ebben a magyar-angol koprodukcióban, hát koprodukciós partnerként is ott volt, tehát pénzzel is jelen vagyunk komoly produkciókban. Így van, ennek nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert azt a törekvésünket erősíti, hogy koprodukciós filmeket létre kell hozni. Ez olyan szempontból is fontos, hogy a beszállás a filmekből ugye nem csak magyar részről van, hanem a partneri külföldi oldalról is. Másrészt, ami ennél sokkal fontosabb, hogy a disztribúciós lehetőségeket növeli. Tehát, ha elkész egy ilyen filmalkotás, akkor nem csak 10-15 millió magyar számára készül, hanem az angol, vagy mivel a témája Párizsban játszódik, tehát a francia közönség számára is. És az Oscar-jelölés is azt mutatja, hogy ezt sokkal jobban észreveszik, vagy gyorsabban észreveszik. Nem csak a rendezői vagy kreatív kvalitásait, hanem akár az ilyen, mint jelmez, vagy díszlet, ahogy a Dünébe is ugye ezt díjazták. Úgyhogy továbbra is folytatjuk. Idén egyébként több koprodukciós film is moziba kerül, például az Almafa virága, ez most fog Valentin napra megjelni. Ez egy vietnámi magyar koprodukció, egy nagyon szerethető bájos történet. Ugye Vietnám is egy 120 milliós ország, tehát már nem 10 millió ember számára csinálják, hanem 130 millió számára. És hát tulajdonképpen a tavasz az elég jó lesz új filmek bemutatása kapcsán. Milyenkor hagyományosan hajlamosak vagyunk mozifilmekre gondolni, de hát ugye már sokkal szélesebb a spektrum, mert hát azért nagyon sok televíziós produkció készül, egyéb streaming platformokra készülnek különböző produkciók, tehát talán hibás csak kizárólag moziba kerülő játékfilmekben gondolkozni, amiben azért erről beszélgettünk már többször, hát nyilván egy magyar film eleve hát handicapes vagy hátrányos helyzetben van mondjuk a multiplexes mozikban. Így van, bár most elkezdünk egy nagyon komoly fejlesztést a
különböző kultúrházakban, ahol van erre alkalom, kialakítunk filmvetítésre alkalmas helyeket. Ugye, mivel nem minden városban pláza, sőt elég kevésbe, tehát bizonyos rétegeknek nagyon nehéz elérni mozifilmeket, és ezen szeretnénk a jövőben segíteni. A másik természetes, hogy ugye például most kijön egy új sorozatunk, ami a tavaly évben készült el, a Tündérkert címmel, ugye Erdély aranykorát mutatja be, egy 8 részes, nagyon izgalmas történelmi sorozat. Egyébként, ha már történelmi sorozatokról beszélünk, akkor... Ugye sokan hiányolták, ugye, hogy magyar történetek, magyar hősök, magyar történelem, de hát most sorozatban ugye a Hadiktól kezdve Petőfi Március ifjak, tehát nagyon sok történelmi témájú film készült, illetve vár bemutatásra. Hát így van, és ugye nem csak történelmet, mondjuk a Hadik az egy huszárcsínyt, tehát egy kalandos történetet mutat be, illetve hát nem csak az ilyen távoli történelemből hívunk ide hősöket, hanem például a Semmelweisről forgatott Koltai Lajos egy gyönyörű filmet, hogy a Semmelweist ismeri a világon minden orvos, mert tisztában van vele, tehát ez is egy nagyon fontos forgalmazási felületet kap. Aztán a legendás vízilabdásainkról készül, ugye az aranycsapatról, a nemzet aranyai, tehát sportolókon is keresztül bemutatunk hősöket, de lesznek olyan újdonságok, amik teljesen mai produkciók, Cica Verzum címmel egy első filmes alkotás lesz, ami egy abszolút szerelmi háromszög, és hát nagyon friss, nagyon bájos. Tehát azt tudom mondani, hogy ez a spektrum, ami a filmekhez kapcsolódik, az egyre inkább szélesedik, és egyre nagyobb kínálatát adja a saját korunk kultúrájának. Kánál Csaba, a MIPA vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos volt a vendégünk ma itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy velünk tartottál. Én is köszönöm.